Nem lesznek zavarok az új betegellátási rendszerben, ezzel nyugtatta Szócska Miklós az újságírókat. Az egészségügyért felelős államtitkár szerint a házi orvosok és a mentősök is tudják a dolgukat, így nem marad egy beteg sem ellátás nélkül. Július 1-től új beutalási rend lép életbe az egészségügyben, erről az államtitkárság előző nap küldött részletes tájékoztatást a házi orvosoknak. A kórházakat 10 napja értesítették. Az érintettek szerint későn szóltak nekik, ezért csak remélni tudják, hogy nem lesz felfordulás. Csak a kezemet figyelje. Ultrahangos szívvizsgálat a Péterfi kórházban. Jövő héttől itt a kardiológián már nem csak a szívbetegeket, hanem az egyéb belső szervi panaszokkal jelentkező pácienseket is ellátják. Ide költözik ugyanis a belgyógyászat. Az urológia is beköltözik a központi telephelyre, 43 aktív ágy megszűnik, nem lesz kardiológiai fekvőbeteg ellátás és kisebb kapacitással működhet a sebészet. Ez mind csak a Péterfi kórházat érinti. A főigazgató szerint alig hagytak időt az átállásra, a szaktárca 10 napja tájékoztatta őket, hogyan szervezzék át az ellátást vasárnaptól. A papírok későn érkeztek, tehát aki csak most, amikor látja a papírt, kezd neki, annak, hogy minden osztályon értesítse az ügyeletes orvost, nem csak az osztályvezető főorvost, hanem az, aki éppen ott áll majd a fedélzeten a viharban, az már elkésett. A házi orvosok egy napja tudják, hogy egy adott betegséggel melyik beteget hová küldjék. Azt mondják, ők is örültek volna, ha hamarabb tájékoztatják őket. Adott esetben egy tüdőgyulladással, vagy egy infarktussal, vagy egy lábtöréssel nem abba az intézetbe fogják ellátni a betegeket a jövő héttől, mint az elmúlt héten, vagy az elmúlt években. És azzal, hogyha ezt a háziorvos ezt az információt nem tudja, azzal lassítani tudja a beteg ellátását. Ez nem egy éjszakás kaland, tehát senki nem gondolja azt, hogy június 30-án lefekszünk, és július 1-ére egy új rendszerre ébredünk. Az egészségügyért felelős államtitkár azt mondta, a házi orvosok és a mentőszolgálat is tudják a dolgukat. A július 1-je előtt megkezdett kezelést a beteg folytathatja ugyanabban a kórházban. A már kiállított beutalók érvényesek maradnak, és ott fogadják a beteget, ahová a beutaló szól. Az átmeneti időszak egy hónap lesz, de ha valakinek a kezelése tovább tart július végénél, gondoskodnak róla, hogy átszállítsák az új területileg illetékes kórházba. Ne maradjon beteg ellátatlanul. Tehát az újraszervezéstől, önmagától ellátási zavart nem várunk. A változások csak a fekvőbeteg ellátást érintik. Az új rendszerben a több mint 44 ezer aktív ágyból 2100 megszűnik. A krónikus ágyszámokat nem érintik a változások. Egy hely nem szűnik meg. Csak átalakul. Szócska Miklós azt mondta, ahol eddig aktív fekvőbeteg ellátás volt, ott egynapos kórházi bentartózkodást szervezhetnek, vagy fejleszthetik a járóbeteg ellátást. Sürgős esetben nem küldhetik el a betegeket.